Elkezdődött az idei szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányi verseny. Ismét kigyulladt a Szellemház ma délután. Ma 84. Elkezdődött az idei szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányi verseny. Ismét kigyulladt a Szellemház ma délután. Ma 80 éve annak, hogy megtörtént a magyar haderő egyik legnagyobb vesztesége. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. A területi előválogatók megrendezésével Bács-Kiskun vármegyében is elkezdődött az idei szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányi verseny. A megyében idén 427-en jelentkeztek a vizsgafeladatok megírásával. A versenyek országos döntőjére Budapesten az évente megrendezésre kerülő Szakma Sztár Fesztiválon kerül majd sor. Elkezdődött az idei szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányi verseny Bács-Kiskun megyében. A megmérettetést minden évben megrendezik azoknak a fiataloknak, akik tanulmányaik során a legjobb eredményeket érik el. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében a napokban kezdődtek el a területi előválogatók. Egy iskolai előválogató előzi meg az ő idejutásukat. A területi előválogató írásbeli vizsgafeladatokat jelent, versenyfeladatokat, amelyeket, hogyha megfelelő százalékos eredménnyel írnak meg, akkor tovább juthatnak a középválogatóban, ahol már gyakorlati vizsgafeladatok is vannak. A legjobbak pedig az országos szakmai tanulmányi versenyen és a szakma kiváló tanulója versenyen, vagyis a szakmasztáron bizonyíthatnak. Az elmúlt években mindig vannak dobogósaink, aranyérmesek, ezüst és bronzérmesek, nagyon büszkék vagyunk rá. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve 63 szakmában hirdeti meg a versenylehetőséget. Hozzánk most ebben az évben 40 szakmában jelentkezett 427 fő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a szakma kiváló tanulója versenyt, kibővítve az országos szakmai tanulmányi versennyel. Általában a területi válogatón induló versenyzők közül 20-25 fő jut be a középdöntőbe. A feladatmegoldásoknak az is a tétje, hogy elérjék a 60%-os eredményt, hiszen ekkor mentesülnek az évvégi szakmai vizsgafeladat megírása alól. Ismét kigyulladt a Szellemház ma délután. A tetőszerkezet kapott lángra, a tűzoltók több vízsugárral tudták megfékezni a lángokat. Nem ez az első eset, utoljára tavaly júniusban volt tűz az épületben. Korábban Temesvári Péter jegyző arról beszélt a Kecskeméti Televíziónak, hogy a közgyűlés 2025-ig adott haladékot a tulajdonosnak arra, hogy befejezze az építkezést. Nehezen boldogultak a lángokkal a tűzoltók ma délután, a Szellemházként elhíresült épület tetőszerkezete gyulladt ki. Ez nem egy egyedülálló eset, például tavaly júniusban is tűz volt az ingatlanban. Mint arról decemberben hírt adtunk, évtizedek óta látható a Mária körút és a Csaba utca sarkán az úgynevezett Szellemház. Akkor dr. Temesvári Péter jegyző azt nyilatkozta a Kecskeméti Televíziónak, hogy a közgyűlés decemberi döntése értelmében a tulajdonosnak 2025. március végéig meg kell valósítania a beépítést. A 27 lakásos ház építése 2003-ban kezdődött, de 2004-ben félbeszakadt, azóta pedig több tulajdonosváltáson esett át a telek. A távolabbi időpont lehetőséget ad a Szellemház tulajdonosainak, de amennyiben nem tudják teljesíteni a kötelezettségüket, a kisajátítás és az épület bontásának költségeit az önkormányzat költségvetésébe be lehet illeszteni. A Szellemház tehát további károkat szenvedett a mai tűzeset miatt, ami bizonyosan további kérdéseket fog felvetni a tulajdonosi körben. Ma 80 éve annak, hogy megtörtént a magyar haderő egyik legnagyobb vesztesége. 1943. január 12-én 250 000 magyar indult el a Don-kanyarba, egy év alatt azonban 70%-a odaveszett hadseregünknek. Kecskemétről 14.500 embert vezényeltek a térségbe, de csupán 4.800 fő maradt állományban. 1943. január 12-én 80 éve történt meg a 20. század egyik legtragikusabb magyar katonai katasztrófája. Ez az esemény megpecsételte Magyarország sorsát a II. Világháborúban. Nem sok olyan család van ma egészen Bács-Kiskun térségében, akit valamilyen szinten ez a háború ne érintett volna, illetve maga a Doni katasztrófa. Hiszen ne felejtjük el azt, hogy a 250.000 fős második magyar hadsereg mintegy 70%-a oda veszett ebben az egyéves keleti fronti időszakban, és a Doni áttörés, mint január 12, aztán ugye január 15-ig gyakorlatilag a legnagyobb számú áldozatok keletkeznek. Kecskemét vonatkozásában a 13. hadosztály 1942 nyarán besoroztatott katonái 14.500 főből állt. Közülük csupán 4.800 fő maradt állományban, a többiek vagy hadifogságba kerültek, vagy sebesülten feküdtek a kórházban, vagy életüket vesztették. Nehéz fegyverzetben 100%-os volt a veszteség. A magyar hadsereg német nyomásra került a Don térségébe. A harctéren volt például a tavaly elhunyt kecskeméti Szeverényi István, de többen beszámoltak az eseményekről. Ott van Szabó Pál, vagy éppen Tormási Szávics Sándor, akinek a hagyatéka a Kecskeméti Katonai József Múzeumban található. Ők végigfotózták társaikat, sőt testvéreikkel együtt végigfotózták ezt az időszakot a Don mentén, katonatemetők, tábori misék, temetések, megdöbbentő fotók, amelyek éppen a Kecskeméti Katonai József Múzeum mai bejegyzésében is láthatók. A doni katasztrófa ma is bennünk él. Hajagos Csaba azt mondta, a mai évforduló arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy még egy ilyen tragédia ne fordulhasson elő. Az idei év első kormányülésének döntéseiről számolt be ma délelőtt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Az egyik ezek közül az Erasmus ügy, amelynek támogatásait Magyarország kifizeti, amennyiben az Unió álláspontja nem változik. Az egyetemeket fenntartó alapítványok összetételét aggályosnak tartó, és ennek kapcsán az Erasmus Plusz támogatások megvonásáról szóló döntést a kancellária miniszter elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte. Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy a kormány megegyezés híján átvállalja a program költségeit. A tárcavezető hozzátette azt is, ha nem sikerül békésen rendezni az ügyet, akkor Magyarország pert fog indítani a tanácsi határozattal szemben az Európai Bíróságnál. December 30-án nyílt meg az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 18-áig lehet beadni. Beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek. Ha egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteleskorú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdi az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be a kérelmét. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmaz, és amelyet a szülők ügyfélkapon hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva postán is eljuttathatnak a hivatalnak. A kérelmekről a döntést a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról az Oktatási Hivatal honlapján olvasható bővebb tájékoztatás. A Kecskeméti Járási Ügyészség 41 rendbeli csalás büntette és sikkasztás büntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki mobilgarázsok adásvételére, vagy valamint összeszerelésére 3 hónap alatt 39 sértettől csalt ki összesen több mint 14 millió forint előleget. A vád szerint interneten feladott hirdetésében mobilházak és garázsok építését, illetve eladását vállalta egy férfi. Az elkövető hirdetésére 2021. júniusa és szeptembere között 39 sértett jelentkezett. A férfi a munkák elvégzéséhez mindenkitől előleget, foglalót vagy a vételár előre történő kifizetését kérte. A sértettek közül 37-en fejenként 81.000 és 2,5 millió forint közötti összeget adtak át vagy utaltak át a férfinak. A vádlott a megrendelt munkákat nem akarta elvégezni, illetve a megrendelt terméket nem akarta leszállítani, így összesen több mint 14 millió forintot csalt ki a sértettektől. Az okozott kárból alig 1 millió forintot térített meg. Ezen felül a vádlott 2020 májusában, 2021 júniusában és szeptemberében is átvett egy-egy gépjárművet javítás céljából. Ebből két esetben alkatrészekre és javítási költségre hivatkozva előleget is átvett, azonban a javítást egyik esetben sem végezte el, sőt a 2020 májusában javításra rábízott gépjárművet egy autóbontóban értékesítette. Az ügyészség a vádlottat 41 rendbeli csalás büntettével és egy rendbeli sikkasztás büntettével vádolja, és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni. A legmagasabb csaknem 70 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal az Elfbar terméket árusító szlovákiai webáruházra, mert jogellenesen hirdetett elektronikus cigarettákat a magyar fogyasztóknak. A Nemzeti Versenyhatóság tavaly nyáron indított vizsgálatot két szlovák céggel szemben, miután e-cigarettákat, illetve a kiskorúak körében népszerű, ezért különösen veszélyes Elfbar termékeket árusítottak magyar nyelvű beváróházaikban, és azt a benyomást keltették, hogy az Elfbar forgalmazása jogszerű. A versenyhatóság súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a tisztességtelen gyakorlat sérülékeny célcsoportokat, így fiatalokat és kiskorúakat is célzott, illetve a cég egyértelmű ágazati szabályozási tilalmakat sértett meg. Továbbá a termékek komoly egészségügyi kockázatokat okozhatnak. A Gazdasági Versenyhivatal a törvényi maximumot, azaz 68,1 millió forint bírságot szabott ki, és megtiltotta a cégnek a magatartás folytatását. Hatósági áron kínálnak Erdélyből származó tűzifát a tűzifanagyker.hu oldalon. Az alacsony árért cserébe azonban előre utalást kérnek a vásárlóktól. A gondosan felépített, tartalmában is megnyerő oldal hiteles felület látszatát kelti. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy ne rendeljenek innen tűzifát. Az elmúlt napokban sok jelzés érkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalhoz, miszerint a tűzifanagyker.hu oldalon hatósági áron hirdetett termékek végül nem jutnak el a vásárlókhoz. A bejelentések szerint a vásárlók a megrendelést követően részletes visszaigazolást, tételes számlának tűnő kimutatást, valamint egy 2 hónapja bejegyzett céghez tartozó számlaszámot kaptak. A termék azonban egyikükhöz sem érkezett meg, így alapos a gyanú, hogy a megadott számlaszámot csalásra használják. A NÉBIK azt kéri a vásárlóktól, hogy ne utaljanak előre pénzt a megadott számlaszámra, továbbá arra hívják fel a figyelmet, hogy a csalók egyre felkészültebbek, ezért csak a hirdető és a hirdetés tartalmának alapos ellenőrzése után döntsenek a tűzifa vásárlás helye mellett. Az is gyanúra adhat okot, hogy az EUTR nyilvántartási szám hiányzik. A szilveszteri petárdázás miatt mintegy 20 alkalommal kellett hívni a Mentsvár az Állatokért Alapítvány állatvédelmi őrszolgálatát. Az elszökött kutyák nagy része hazatért, azonban még mindig vannak, akik várják gazdijukat. Szomorúan várja gazdiát ez a kóborkutya a Mentsvár az Állatokért Alapítvány telephelyén. Szilveszterkor mintegy 20 ebb szökött el otthonról. Közülük még mindig vannak olyanok, akikért nem jelentkeztek a tulajdonosok. Szilveszter éjszakáján 17 alkalommal voltunk kint. Ebből 9 csippes kutya volt, akik azonnal hazakerültek. Ugye értelemszerűen 8 bekerült, ebből későbbiekben 4 hazakerült, hát 4 azóta is itt van. Tehát ez szerintem nagyon nagy mennyiségű kutya, és ugye mi azóta is keresnek kutyákat, akik se be nem kerültek, de nem is találkoztunk velük sajnos. Ha nem jelentkeznek a tulajdonosok a kutyusokért, akkor új gazdit keresnek számokra. Jelenleg mintegy 135-ebb található a menhelyen. Várnánk nagyon a látogatókat, de sajnos ez nagyon megcsökkent, 60%-kal körülbelül. Tehát kevés az örökbefogadó, a kidobott kutya az egyre több, és ennek nem is lesz vége. Amíg minden kutya nem lesz csippelve, ivartalanítva, addig ez így is megy. Tehát addig az állatvédelem az nulla. Hornyák Néboros sorolta, elmondta, a legtöbbször a felnőtt kutyákat dobják ki az utcára, mivel már nem olyan cukik, mint kiskorukban. Az őrszolgálat vezetője hangsúlyozta, az emberi felelőtlenség miatt van sok kóborkutya. Nagy szükség van tehát a befogadókra, hiszen hamarosan eljöhet az a pillanat, amikor már is sem fogják tudni eltartani a kutyákat. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A területi élőválogatók megrendezésével elkezdődött az idei szakma kiváló tanulója verseny és az országos szakmai tanulmányverseny, amennyiben idén 427-en jelentkeztek a vizsgafeladatok megírására. Ismét kigyulladt a szellemház ma délután. A tetőszerkezet kapott lángra, a tűzoltók több vízsugárral tudták megfékezni a lángokat. Ma 80 év annak, hogy megtörtént a magyar haderő egyik legnagyobb vesztesége. 1943. január 12-én 250 000 magyar indult el a Don-kanyarba, egy év alatt azonban 70%-a odaveszett a hadseregünknek. A szilveszteri petárdázás miatt mintegy 20 alkalommal kellett hívni a Mentsvár az Állatokért Alapítvány állatvédelmi őrszolgálatát. Ebből 9 csippes kutya volt, akik azonnal hazakerültek. 8-at bevittek, ebből későbbiekben 4 hazatérhetett. 4 azonban azóta is ott van és várják gazdájukat. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híros.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napközbeni órészt erősen felhős, helyenként párás idő várható. Főleg az esti órákban kell esőre számítani. A déli-délnyugati szél olykor megélénkül, hajnalban 0 fokot, napközben 7 fokot mérhetünk. Szombaton felhős időre kell számítani, azonban több-kevesebb időre kisüthet a nap is. Az észak-nyugatira forduló szél megerősödik, de eső maximum még akkor a reggeli órákban fordulhat elő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 8 fok között várható. Vasárnap fokozatosan megvastagszik a felhőzet, de kezdetben még a fátyol felhőzet mellett több-kevesebb szűrt napsütés valószínű. A nap első felében kevés helyen, majd estére egyre több felé várható eső, zápor. A minimum hőmérséklet -1 és +1, a maximum hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul majd.